Történetünk két emberről szól. Mindketten úton voltunk egy távoli cél felé. Két lélek, akinek megadatott, hogy keresztezzék egymás útját. Akik azonnal megtalálták a közös hangot, és egymás mosolyából tudták, ha együtt mennek tovább, rátalálhatnak a boldogságra, amely az életben csak egyszer jön el. A miénk lehet az, ami után sokan egész életüken át kutatnak, de nem lelik. Amikor rád találtam, rögtön tudtam, mivel akarom beleírni életem üres lapjait. Vágyom a közelségedre, és azt akarom, hogy a történetünk boldog véget érjen azzal, hogy nincs vége soha. Kedves Timi és Laci, házasságkötésetek alkalmából ezzel a szép gondolattal köszöntelek benneteket Kabaváros önkormányzata és a magam nevében. Köszöntöm a kedves szülőket, a házasságkötés tanúit, a rokonokat és minden jelenlévőt, aki részese lesz a fiatalok ünnepélyes házasságkötésének. Kedves fiatalok! Amikor az ember az élete sorsfordulójának egy-egy kiemelkedően fontos állomásához érkezik, szinte pillanatok alatt elevenedik fel benne az elmúlt esztendő, csak nem minden emléke, a maga mögött hagyott évek, sok-sok kedves eseménye. Így van ez jelen percekben is. A mai napot évek sora előzte meg. A gondolatban pár percre visszaidézitek ezt az időszakot, akkor mosolyogva gondoltok az első találkozásra, a megismerkedés pillanatára. Mindez 13 évvel ezelőtt történt. Ez a találkozás szép és meghatározó perce volt mindkettőtök életének, hisz akkor még ki sem gondoltátok, hogy olyan szerelem lobbant lángra a szívetekben, amely egy életre szól. Egymásban megtaláltátok a szerelmet, az élet értelmét és célját. Ma már együtt éltek, kialakítottátok közös otthonotokat. Az eltelt évek alatt számtalan, felejthetetlen boldog órát éltetek meg együtt, időnként nehéz pillanatokat is, de mindig tudtátok, van valaki, a társatok, akinek a kezét fogva biztonságban, szerelemmel és szeretettel léphettek tovább.